Jó, na, nagyon örülök, hogy ennyien itt vagyunk, és megtiszteltek engem az időtökkel és a figyelmetekkel. A beharangozó alapján is, amint erről beszéltem már, én olvastam egy könyvet nemrég, aminek az a címe, hogy Az ajándék, és óriási hatással volt rám. Ezt kb. Két hete olvasgatom ezt a könyvet napi rendszerességgel, illetve napi szinten, és hát őszintén szólva minden napomat próbálom ezt szerint most megélni, mert olyan tanulságos példabeszédet tartalmaz ez a könyv, amit mindenkinek ajánlok, hogy olvass el. Én azt gondolom, hogy ez a könyv mérföldkő volt az én életemben, régóta a polcomon volt, több hónapja, csak nem vettem még a fáradtságot, vagy nem gondoltam, hogy ez most, ami nekem való, és két héttel ezelőtt valahogy akarta, hogy elolvassam, és hát jól tettem, mert azóta olyan dolgok történnek velem, illetve úgy élem meg a velem történt dolgokat, amik korábban is valószínűleg megtörténhettek, hogy teljesen más a hatása és más az életemre való ráhatása ennek a könyvnek. És a előadásomnak a címe az, hogy mit tegyünk a jelenben, hogy megkapjuk, amit szeretnénk a jövőben. A könyv is valahol erről szól, arról az ajándékról, ami segít nekünk a jövőben. És ez a könyv, ez volt az, ami megváltoztatta az én gondolkodásmódomat, és ez az, amiben én azt látom, hogy illetve ez a módszer, vagy ez a gondolkodás, ez az életvitel, amit ajánl ez a könyv, ez az, amiben én azt látom, hogy embereken lehet segíteni, hogyha ők is ezt megtapasztalják, ezeket a tulajdonságokat, és ők is átélik ezeket az élményeket, akkor az ő környezetük is átveheti ezt, és az egész világ jobb lehet. Ez egy küldetése a könyvnek valószínűleg, és azért ösztönöz mindenkit az író is arra, hogy adja tovább ezt a történetet, és adja tovább azt a hatást, ami őt megérintette, és váljon a saját környezetünk és ezáltal a világunk is egy picit jobbá. És az ajándék történetéről engedjétek meg, hogy beszéljek, illetve előtte egy pár gondolat, nem tudom, hogy jelenleg az életed vagy a pályafutásod melyik szakaszában tartasz, és ezért lehet, hogy számodra más jelent majd ez a könyv, vagy illetve ennek a példabeszédnek a tanulsága. Az viszont biztos, hogy ha hallgatod ezt az előadást, akkor keresésben vagy, akkor keresed az utat te is, vágysz a jobbra, szeretnél fejlődni, szeretnél boldogabb és sikeresebb lenni, ami egy nagyon jó dolog, hiszen hogyha itt vagy, és ha vágysz, és ha teszel azért, hogy jobb legyél, teszel a jövődért, akkor már bőven sokkal többet tettél, mint az átlagember. Ezért én szívből gratulálok neked, hogy itt vagy, és áldozod, vagy rááldozod az idődet erre a sztorira, erre az előadásra, mert ennyi erővel teljesen más dolgokat is csinálhatnál, valószínűleg a legtöbb ember jelenleg a tévét nézi, vagy már alszik, és vagy bulizik valahol, ami nem feltétlen a fejlődéséhez járul hozzá, és én azt gondolom, hogy jó helyen vagy ma itt közöttünk, és nagyon szépen köszönöm. Azt viszont meg szeretném, vagy arra viszont fel szeretném hívni a figyelmeteket, hogyha valaki mentorral, vagy szponzorral, vagy segítővel dolgozik, akkor a hallottakat mindenképpen majd beszélját vele, és értelmezzétek közösen, hogy ez mit is jelent, és hogyha valami olyan dolgot vettetek ki belőle, ami cselekvésre ösztönöz benneteket, akkor mi az a cselekvés, mik azok a dolgok, amikkel előrébb lehet haladni, ami valóban boldogabbá és sikeresebbé teszi a jövődet. És akkor a történet az arról szól, egy viszonylag egyszerű tanulságos példabeszédről szól a történet, egy kisfiúról, aki egy bölcs embertől kezd tanulni, és a bölcs egyszer azt mondja neki, hogy az ajándék birtokában boldogabb leszel, és könnyebben teheted meg mindazt, amit szeretnél. Ezt a kisfiú akkor még nem igazából értette, mert még picike volt, tehát ilyen általános iskolás korú, viszont nagyon foglalkoztatta, hogy mi az az ajándék, amit ő birtokolhat, és attól majd boldogabb, könnyebb lesz az élete, és sikeresebbé fog válni. És igazából azt sem értette az elején még, hogy mi a siker, tehát mi a siker jelentése az ő számára,
mi a siker jelentése az öreg bölcs számára, és a bölcs csak annyit mondott neki, hogy az a siker a te számodra, hogy ha valamihez közelebb kerülsz, ami a szívedet megdobogtatja, ami a te szempontodból fontos lehet. Ez a mi szempontunkból fontos lehet akár a munkánkban, a tanulásunkban, a sport terén, lehet az emberi kapcsolatainkkal való siker, tehát akár a szüleinkkel, vagy a párkapcsolatunkban való siker, és ezt mindenki döntse el, hogy jelenleg mi az, amit ő sikernek értékel, és miben szeretne fejlődni, miben szeretne jobbá válni. És a történetet folytatva, a kisfiú egész életében gondolkozott azon, hogy mi lehet az az ajándék, amit neki birtokolnia kellene, mi lenne az az ajándék, amivel ő több és jobb lehetne. Teltek, múltak az évek, és elkezdett dolgozni, és a munkája során azt vette észre, hogy nem igazából érzi a helyét, nem találja magát. Mindig töprengett azon, hogy máshol milyen lehet, akár többet kereshet, szabadabb lehet, másabb körülmények között lehet. Hogyha éppen nem más munka vagy más elfoglaltságok foglalkoztatták, akkor azon gondolkozott, azon morfondírozott, hogy mit fog csinálni majd otthon, hogyha hazaér, milyen otthoni házi munkái vannak, milyen feladatai vannak, amiket el kell végezni. És vagyunk így, azt hiszem, jó páran, akik a napi munka folyamán azon gondolkoznak, hogy jaj, mi lehet a gyerekkel, ugyan hogy sikerül neki a dolgozat, jaj, el tudok-e érte menni akár az edzésére, el tudom-e vinni, mi lesz, hogyha nem, mi lesz, hogyha késünk, mi történik akkor, hogyha dugóba keveredünk, és ez folyamatosan befolyásolja a napi munkavégzésünket, mert csaponganak a gondolataink, nem igazából arra koncentrálunk 100%-ban, amit végzünk. És ugyanígy volt ez a fiatal is, hogy nem érezte komfortosan magát a munkájában, és folyamatosan más dolgok jártak fejében. Arra gondolt, hogy abban reménykedett, hogy akkor lesz igazán boldog, hogy ha valami felelősségteljesebb munkát kell majd végeznie, ha majd többet fog keresni, ha esetleg majd előléptetik, vagy esetleg majd megjutalmazzák. És az a gond, hogy a munkájában viszont, mivel egy kicsit negatív spirálban volt, hiszen nem a munkájára koncentrált, ezért nem őt emelték ki, hanem egy másik munkatársát, egy másik munkatársa kapta meg az előléptetést. Ez természetesen ugye nem esett neki jól, még lejjebb vitte a lelkesedését, még kevésbé volt hajlandó koncentrálni a munkájára, és még rosszabbul érezte magát. És rájött arra, hogy az öreg mondott neki valamit, hogy az ajándék az egy olyan tökéletes dolog lesz, ami majd boldoggá fog téged tenni, és arra gondolt, hogy vissza kéne menni ehhez az öreghez, és elmondani neki, hogy ő most milyen szituációban van, és segítsen neki az öreg megtalálni ezt az ajándékot. És az öreg azt mondta neki, hogy az ajándék benned van, neked kell megtalálni, menj el egy olyan helyre, ahol magad lehetsz, ahol át tudod értékelni az életedet, át tudod gondolni a múltadat, és tudsz koncentrálni arra az ajándékra, ami benned van, és találd meg. És a fiatal elvonult az egyik barátjának a vidéki házába, és este, amikor kereste, hogy hogyan tud megmelegedni, észrevette, hogy van egy kandalló az épületben, és begyújtott. És mikor a kandallóban tűz keletkezett, és megvilágította az egész kandallót, akkor rájött, hogy ez a kandalló, ez nem egy egyszerű kandalló, hanem ez egy művészi, mérnöki munka. Olyan mérnöki pontossággal voltak összeillesztve a téglák, minimális habarccsal, és olyan szinten volt kidolgozva ez a kandalló, hogy ez egy kőművesnek, vagy egy mérnök embernek a sikere, a remeke lehetett. Amikor készítette ezt a kőműves, akkor valószínűleg, hogy 100%-ban átadta magát ennek a munkának, és a legjobb kandallót szerette volna elkészíteni a világon. És rájött a fiatal ember, hogy ez a kandalló egy ajándék, illetve egy ajándék annak a kőművesnek, aki ezt készítette, és ajándék volt ennek a kőművesnek az a munka, az az összpontosítás, az a koncentráció, amit ő a munkája során ebben megélhetett.
és rádöbbent a fiatal, hogy az ajándék az se nem a múlt, se nem a jövő, az ajándék az a jelen. Az a most, amikor arra tudsz koncentrálni 100%-ban, amit teszel, meg tudod élni azokat a pillanatokat, amiben éppen létezel, amik éppen foglalkoztatnak. És hogyha ebben tudsz élni, ezeket a pillanatokat meg tudod élni, akkor az neked ajándékká fog válni. Ajándékká fog válni az életed minden pillanata, amit boldogan tudsz megélni, mert minden pillanatban, hidd el, minden cselekedetben, minden időszakban vannak boldog pillanatok. Lehet, hogy vannak nehéz pillanatok, lehet, hogy vannak fájdalmas pillanatok, de hidd el, és legyél hálás azért, hogy vannak jó pillanatok. Mert lehet, hogy az illető, tehát ezt a fiatal embert nem léptették elő, nem kapta meg a jutalmat, de volt állása például, volt hol dolgoznia, volt miből pénzt keresnie. Lehet, hogy kényelmes volt neki az, amit éppen csinált, volt szabad ideje, és csak nem használta ki, mert nem arra koncentrált, hogy vannak értékek is abban a munkakörnyezetben, vagy abban a munkában, amit ő tesz. Lehet, hogy te is így vagy ezzel, lehet, hogy van alkalmad neked is teljesíteni jobbat, többet, mint amit ma leteszel. Meg tudod mutatni, hogy igenis többre vagy képes, amiért majd meg fognak dicsérni. Lehet, hogy a kollégáid nem is olyan ellenségesek, vagy a munkatársaid, a főnököd nem is olyan ellenséges, mint ahogy te azt gondolod. Lehet, hogy a családod sokkal szeretőbb, mint ahogy te azt gondolod, mint ahogy te gondolkodsz róluk. És lehet, hogy a feladataid nem is olyan nehezek, mint ahogy te azt jelenleg megéled. Mert hogyha a feladataidnál a nehézségekre koncentrálsz, nem arra törekszel, hogy abból a legjobb, legszebb, legpontosabb kandalló jöjjön ki, amit mindenki meg fog majd csodálni, akkor igen, a nehéz oldalát fogod látni, és nehézségként fogod megélni minden pillanatát a munkádnak, és ez aggasztani fog, ez elveszettségérzést fog kelteni benned, és nem fogod a helyedet találni. Nincs ezzel baj akkor, hogyha fejlődni szeretnél, nincs ezzel baj akkor, hogyha mellette tanulsz, és tudod, hogy mivel szeretnél válni, és csak azért nem érzed a helyed, mert már meghaladták a képességeid azt, amit éppen csinálsz, de hogyha stagnálnak a szándékaid, stagnálnak a céljaid, és csak vagy a hétköznapokban, akkor az nem lesz jó, hidd el. Hogyha viszont ezeket a feladatokat napi szinten megoldod, és arra törekszel, hogy nagyon jó dolgokat éljél meg, akkor napi sikereid lesznek. Ugye az ajándék jelentése, most már érzitek, vagy gondolom tudjátok, hogy az ajándék annyit jelent, hogy arra összpontosítunk, ami pontosan most történik. Most hallgatjátok ezt a webinárt, vagy nézitek ezt a diát. Én remélem, hogy 100%-ban erre koncentráltok, és átérzitek ennek az ajándéknak a jelentését, és nem azon jár az agyatok, hogy holnap reggel mikor kell fölkelni, vagy ki van-e mostva a ruhám holnapra, vagy ki van-e vasalva már, mert lehet erre is koncentrálni, de akkor elveszik a jelen pillanatnak az ajándéka. És én azt szeretném, hogy éljétek meg ezt az ajándékot úgy, ahogyan, amikor én a könyvet olvastam, akkor megéltem. Úgy, ahogyan, amikor én a napi feladataimat teszem, akkor én igyekszem megélni most már minden pillanatnak az ajándékát, és nem akadályozom azt, hogy én összpontosítsak ezekre a feladatokra, nem viszi el a figyelmemet semmi más, mert arra fordítom, amire én úgy gondolom, hogy az a fontos, mert nekem is fontos, meg lehet, hogy annak az embernek is fontos, akivel én akkor együtt dolgozom, akivel én akkor együtt játszom, együtt eszek, együtt utazunk, vagy éppen bármi mást együtt teszünk. Mert hogyha a figyelmem elkalandozik, akkor ezt ő is megérzi, és valószínűleg, hogy az emberi kapcsolatainknak az nem használ. Én felismertem ezt a problémát, elég rendesen magamra találtam sajnos a könyv olvasása során, valószínűleg, hogy közöttetek is van egy-két olyan ember, aki most elgondolkozott azon, hogy az ajándék számára mit is jelent, és hogy mennyire éli meg a napi pillanatait.
mert nagyon sok ember sajnos túl sokat foglalkozik a múlttal, illetve túl sokat aggódik a jövőn, főleg, hogyha céljai vannak, és hosszú távú célokat tűzött ki maga elé, és látja, hogy nagyon nehezen fog ez sikerülni, nem igazából tartott, ahol tartania kellene, mert úgy érzi, hogy elveszett ebben a dologban, és lehet, hogy másokat hibáztat, hogy ő nem segít, ő már, tehát az, akivel együtt dolgozik, ő már erről lemondott, és magamra maradtam, vagy egyéb más olyan hátráltató tényezői vannak, amiben ő lehet, hogy másra mutogat, de az az igazság, hogy nem másban van a hiba, hanem bennünk van a hiba akkor, hogyha nem az utunkon haladunk, és a hibánk az, hogy nem 100%-ban koncentrálunk a jelenre, hanem elveszünk a gondolatainkban, és csapongunk. És azért nem vagyunk hatékonyak, és ha nem vagyunk hatékonyak, akkor nem leszünk boldogak, nem leszünk sikeresek, se a munkánkban, se az életünkben. És ebből kifolyólag én azt gondolom, hogy a probléma az, hogy túlságosan messzire tekintünk, nem bontjuk le ezeket a célokat napi apróbb lépésekre, kisebb sikerekre, mérföldkövekre. Hogyha valami nem sikerült, azon túl sokat rágódunk, nem tanulunk belőle, és a cselekedeteink következményei, hogyha ezeket nem dolgozzuk föl, és nem okulunk ezeknek a tanulságaiból, akkor újra és újra ugyanazt a hibát elkövetjük. És én azt gondolom, hogy ha erősebben tudnánk koncentrálni arra, amit csinálunk, és megélünk minden pillanatot, és minden pillanatban meglátjuk a kellemesebb részt, akkor boldogabbak leszünk, akkor nem a negatív spirálba kerülünk, hanem kiemelkedünk abból a szürke hétköznapból, amit lehet, hogy esik az eső, lehet, hogy hideg van, de higgyétek el, hogy ezek vagy ez az időjárás is, van, akinek jó, van, akinek meg nem jó. Akinek jó, aznak azért jó, mert máshogy áll hozzá, máshogy fogja föl. Másabb a célja azon a napon. Lehet, hogy neki olyan célja van, hogy nem számít, hogy esik az eső, nem számít, hogy hull a hó, vagy 40 fok van lakint. Tudja, hogy ma sikeres lesz, azért, mert ő ezt megtervezte. Nem a véletlenre bízza, hanem megtervezi azt, hogy azon a napon mit fog csinálni, annak a napnak milyen apróbb lépései vannak, amik lehet, hogy a tegnapi napra, vagy az előtte lévő napokra épül rá, és lehet, hogy ma érik be az a gyümölcs, amit az elmúlt egy hétben, elmúlt egy hónapban, vagy az elmúlt években tett le munkát. Lehet, hogy iskolában járt, és ma van a diploma osztója. Higgyétek el, hogyha esik az eső, akkor is boldog lesz. Hozzáállás kérdése, hogy te boldog tudsz-e lenni attól, hogy éppen a körülményeid milyenek. És nagyon fontos az, hogy legyél hálás ezekért a napokért, koncentrálj, és hogyha koncentrálsz a mindennapjaidra, és megtervezed a jövődet, akkor hidd el, hogy jobbá fog válni mindig a jelened. És még egy picit, még egy-két gondolatot. Ha megtervezzük a jövőt, akkor azt mondják, hogy uralni fogjuk a jelent. Én azt gondolom, hogy ugye a jövő az két dolgon múlhat. Az egyik, az, amit említettem már, hát az a szerencse. Lesz, ahogy lesz, szokták mondani emberek. Én ebben nem hiszek. Ez nem hiszem, hogy az életünket előre mozdítja, hogy lesz, ahogy lesz, és igazából nem érdekel. Majd történik a dolog, ahogyan meg van írva, ahogyan majd történnie kell. Ez általában sodródáshoz vezet, ez általában ahhoz vezet, hogy nem mi döntjük el a saját sorsunkat, hanem mások eldöntik helyettünk, és arra megyünk, amerre megmondják. Persze, hogyha valakinek alkalmazotti gondolkodása van, hogyha valaki szereti azt, hogy megmondják és vállalják helyette a felelősséget, akkor neki lehet, hogy ez jó. De én azt gondolom, hogy ha te most itt vagy és hallgatod ezt a webinárt, akkor te nem közéjük tartozol. Te azok közé tartozol, akik szeretnék a jövőket jobbá tenni, szeretnék meghatározni a saját jövőjüket, és szeretnének ezért tenni, és nem másokra várni, és nem másoktól elfogadni azt, hogy mi fog veled történni. És
Ehhez előkészületek kellenek. Előkészületek kellenek ahhoz, hogy megtervezd a saját jövődet, ugyanúgy, mint mondjuk egy gyermekvállalásnál. Valószínűleg a leendő szülők nem akkor kezdik el kiválasztani a gyerekruhákat, vagy kiválasztani azt, hogy melyik szobából csináljanak gyerekszobát, vagy nem akkor rohangálnak a gyerek bútorokért, amikor megszületett a gyerek, hanem igenis felkészülnek rá, ha tudatos szülők természetesen, felkészülnek arra, hogy ők gyermeket fognak várni. Ez egy hosszú folyamat, fejben is, meg természetesen a biológiai szinten is, és erre föl lehet készülni, és hogyha ezt megtervezik, és tudatosan tervezik, és minden lépésüket megtervezik, akkor boldogok lesznek, sokkal boldogabbak lesznek, hogyha ilyen körülmények között jön világra egy gyerek, mint hogyha kapkodnak a végén, és el vannak húzva minden dologgal, mert nem fogják boldogságban megélni azokat a pillanatokat, amikor eljön az élet legszebb pillanata. És higgyétek el, hogyha így éltek, hogyha megteszitek az előkészületeket, megteszitek a mindennapi munkákat, azokat a siker lépéseket megtervezitek, amik előbb-utóbb egyébként siker szokásokká fognak válni az életetekben, hogyha napi feladatlisták alapján dolgoztok, és hagytok rá természetesen pici időt, hogyha olyan dolgok csúsznak be, amit nem terveztél, azt is végre kell hajtani, akkor a napod sikeres lesz, és hogyha minden napod sikeres lesz, akkor minden heted sikeres lesz, és hogyha minden heted sikeres lesz, akkor minden hónapod az lesz, és ha minden hónapod az lesz, akkor minden éved az lesz, és ha természetesen minden éved sikeres, akkor te egy sikeres ember leszel, és ha sikeres vagy, akkor boldog vagy, hiszen közelebb kerültél azokhoz a céljaidhoz, amik boldogabbá tesznek téged. Határozd meg ezeket a céljaidat. Én házi feladatként azt kérném tőled, hogy írj egy célfüzetet, írd le azokat a dolgokat, hogy mit szeretnél akár a személyiségedben, akár az üzleti életedben, akár az emberi kapcsolataidban, akár a anyagi vonatkozásban, nagyobb házat szeretnél, vagy autót szeretnél, utazni szeretnél, gyermeket szeretnél, hol szeretnél tanítatni a gyerekeket, mivé szeretnél válni, mit szeretnél még tanulni, akár nyelvet szeretnél tanulni, vagy egy új foglalkozást elsajátítani. Ezt döntsd el. Döntsd el azt, hogy akarod-e a változást egyáltalán, szeretnél-e ebből kitörni, és formáld át ezeket a célokat érzelmi szintre. Válj azzá, amivé válni szeretnél, és viselkedj úgy a jelenben is, amilyen a jövőben szeretnél lenni, és érezd meg azokat a pillanatokat, érezd át azokat a pillanatokat, amik a beteljesült jövőd. És hasson rád, azt mondják, hogy égő fájdalommal, égő vágyjal érezd át a céljaidat, és hogyha ezt át tudod így érezni, akkor tenni fogsz érte. És gyakorold ezt a tevékenységet, gyakorolj a jelenben maradni, mert akkor leszel hatékony, és hidd el, hogy a környezeted is észre fogja venni ezt a változást, meg fogják kérdezni, hogy mitől vagy vidámabb, mitől vagy gyorsabb a munkádban, mitől vagy hatékonyabb, és hogyha elmondod ezt a környezetedben lévő embereknek, hogy ők is boldogabbak és sikeresebbek legyenek, akkor a környezeted is átformálódik, és ez egy nagyon, nagyon jó pozitív spirál lesz, és higgyétek el, hogy a családotokra, a munkatársaitokra, mindenkire ki fog ez hatni. És hát igazából ennyit szerettem volna nektek mondani, a könyvet természetesen mindenki, hogyha tudja, akkor vegye meg, próbálja megélni ezeket a pillanatokat, és használjátok az ebben foglalt tanulságokat. Én mostanában minden pillanatomat megpróbálom így megélni boldogan. Én nagyon izgultam ezzel a webinárral kapcsolatosan is. Még a mai nap is kavarogtak a fejemben a gondolatok, hogy miről beszéljek nektek, ami zanzásítja ezt a könyvet egy picit, de mégis azért át tudom adni azt a lendületet, azt a lelkületet, amivel meg lehet élni ezeket a pillanatokat. És remélem, hogy át is ment. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni abban,
hogy mit tegyetek a jelenben, hogy boldogabbak és sikeresebbek legyetek a jövőben, mik legyenek azok a napi siker szokások, mik legyenek azok a napi feladatok, amikre 100%-ban koncentrálj, és légy hatékony, és légy miatt a boldog. Mert higgyétek el, hogy minden pillanatnak megvan a boldogsága, és ezek nem apró frázisok, nem is tudom, hogy mondjam nektek, nem olyan dolgok, amik ilyen nagy szavak, mert ezek hétköznapi dolgok, csak meg kell élni. Meg kell élni azt, hogy mit jelent az, amikor a gyereked megfogja a kezedet, mit jelent az, amikor ki tudsz pipálni egy feladatot a mai listádból, mit jelent az, amikor már nem tudtál elmenni hetek óta edzeni, mert nem értél rá, de rájöttél, hogy miért nem értél rá, azért, mert nem szorítottál rá időt, mert lényegtelenebb dolgokkal foglalkoztál. Ha tudsz rangsorolni, hogy mi a fontos, mi a kevésbé fontos, mi a sürgős, mi a kevésbé sürgős, és ezeket a feladatokat tudod rangsorolni, és be tudod magadnak osztani, hogy és olyan feladatokat tudsz végrehajtani, amik akkor is működnek, amikor te éppen más csinálsz. Én az elmúlt hetekben vettem észre, hogy lehet ezt tudatosan csinálni, mert lehet, hogy a mosogatógépet érdemes reggel bepakolni, ugye én napközben itthon vagyok, itthonról dolgozom, vagy éppen jövök-megyek a városban, tehát nem egy 8 órás munkáján dolgozom, de hétvégén akár te is meg tudod csinálni, hogy addig, amíg főzöl, addig megy a mosógép. Amíg füvet nyírsz, addig megy a mosogatógép. Vagy addig, amíg éppen elfoglalod magad, addig kiadtad a leckét a gyereknek, vagy a házi feladatot, hogy csinálja meg. Nem akkor kezdesz el kapadozni, amikor a napnak a vége van, és a feladatai tornyosulnak egymáson, mert vannak olyan feladatok, vannak olyan tevékenységek, amik nélküled is működnek. És hogyha ezeket időben tudod elindítani, mint például a reggeli meetingek a cégeknél, nem hiába vannak reggel. Gondold el, hogy mi lenne, hogyha délután vagy este lenne. Mit csinálnának az emberek napközben? Tengenének, lengenének, kávéznának, cigiznének, jönnének, mennének, mert igazából nem tudják, hogy mi a feladatuk. És hogyha este szabnád meg a feladatokat, és a nap végén néznéd, hogy na most kihajtotta végre, akkor láthatnád, hogy senki nem dolgozott szinte semmit. És ezért nagyon fontos az, hogy tudd, hogy mi a fontos, mi a sürgős feladatod, mit hajtsál végre, mert akkor leszel hatékony, hogyha ezt nagyon jól tudod osztályozni, és meg tudod csinálni. És élvezzétek a pillanataitokat, élvezzétek a napjaitokat, és remélem, hogy élveztétek ezt a webinárt is. Én nagyon élveztem. Örülök, hogy ilyen sokan itt voltatok. Örülök, hogy ilyen sokan érdeklődtetek. Új emberek is, akik nem tudják, hogy vagy nem igazából a munkán miatt ismernek, vagy nem minden oldalamról ismernek, és mégis kíváncsiak voltak arra, hogy engem mi változtatott meg, mi az, amit én eszköznek tartok a sikeres út a boldogság felé, és én a jelen pillanatnak a megélését, az ajándékot tartom most az egyik legfontosabb dolognak, és éljétek meg, és remélem, hogy ezt az ajándékot, amit adtam most nektek, ezt ti ajándéknak veszitek, bontsátok ki, hasznosítsátok, és nagyon sok sikert kívánok nektek. Nagyon szép estét, jó gondolkozást, hogyha valaki még ezen tovább szeretne gondolkozni, és jövő hét szerdán egy másik témában, lehet, hogy nem én, hanem valaki más egy újabb webinárt fog tartani, hogyha szeretnétek ezen a sorozaton részt venni, akkor jelezzétek, és akkor a linkeket el fogjuk küldeni az adott témákkal. A ma este ennyiről szólt, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, mosolygom, mert örülök, lehetek jók, sziasztok, nagyon szép estét kívánok nektek!